Yes, I came here to because in this area there are two teams. Azért jöttem Spanyolországba, mert itt edz a Puskás Akadémia, a Fehérvár és a Ferencváros is, így láthatom őket edzés közben, illetve meccsen is. Az a célom, hogy jó kommunikációt alakítsak ki a stábokkal azért, hogy a lehető legjobban működjön az információcsere szezon közben. A jövő év nagyon fontos lesz, az is lényeges, hogy a játékosokkal törődjünk, érezzék, hogy ott vagyunk velük, és nyomon követjük a teljesítményüket. Úgy gondolom, a Puskás Akadémia jól kezdte a szezont, érdekes a játékrendszere, egyáltalán nem véletlen, hogy a negyedik pozícióban állnak, teljesen megérdemelt a helyezésük. Mint ahogy Kuttor Attila Mezőkövesdjéről is elismeréssel szóltam korábban, ugyanúgy a Puskás Akadémia is megérdemli a dicséretet, mert igazán jól teljesítenek. Kedvelem Hornyák Zsoltot, mert rugalmas. A Puskás Akadémiát láttam már különböző stílusokban és szisztémákban játszani. Fontos, hogy egy edzőnek világos elképzelése legyen, neki ez megvan, és eddig az eredmények is őt igazolják. A Puskás Akadémiából eddig csak Nagy Zsoltot, illetve azelőtt Gyurcsó Ádámot hívtam meg, amikor még a Hajduk Splitben játszott, most már a Puskás Akadémia labdarúgója. Teljesen nyitott vagyok minden játékos felé, és vannak is itt az én szempontomból érdekes futballisták. Több külföldi is van, akik nagyon-nagyon jó játékosok, sajnos nekik nem küldhetek meghívót. Vannak persze más magyarok is, hiszen mindenkit minden héten, minden meccsen figyelünk. Fontos, hogy érezzék, senki előtt nem záródott be a válogatott kapuja. Ha rászolgálnak, előbb vagy utóbb kerettagok lehetnek. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, jól kell teljesíteniük.